Nem lankad az ellenzéki tüntetések lendülete, péntek estére újabb demonstrációt szerveznek a Kossuth térre, közvetlenül a Magyar Kétfarkú Kutyapárt karácsonyi békemenete után. A viccpárt szabad cenzúrát, 8 napos munkahetet és kötelező államvallást követel. 12 pontjukat is közzétették, amellyel szebbé tennék a magyarok életét. A stúdióban Kovács Gergely. A pártelnök nem ismeri a 12 pontot, kétségbe vagyok esve. Hát milyen párt az ilyen? Jó túl estet. Nagyra nőtt a párt, és mert túl sok mindent csinálunk. Ugye most valóban leköt a békevelet szervezése, ugye. A 8 napos munkahét az egy előremutató terv. Áder János ugye aláírta a rabszolgatörvényt, de ahhoz képest ez egy nagyon komoly előrelépés lenne. Hát rövid távon 8, később ez 9 vagy akár 10 nap is lehet. Egyébként, ha meggondolná magát Áder János, nekünk ugye van időgépünk, tehát ezt meg később megváltoztathatja ezt a döntését. 8-9-10 az a nyugdíjak hónapszáma volt még a 2000-es évek elején, emlékszik rá. Igen, mindent megígértek, abból se lett végül semmi, a 10 havi nyugdíjból, bár 15 havi nyugdíjból. Azt mi ígértük, tehát mi a 10. havi nyugdíjat ígértük, és ezt garantáltan be is fogjuk tartani. Na jó, mi lesz holnap? Békemenet, értem. Hát 6-kor indul a menet a Kossuth térről, és teszünk egy kisebb kört, és akkor 8-ra vissza is érünk. Alapvetően ez egy ilyen köszönet nyilvánítási tüntetés lesz, ugye mi általában ezeken a békemeneteken követelni szoktunk dolgokat. Én úgy érzem, hogy most inkább az a dolgunk, hogy megköszönjük azt a sok fantasztikus dolgot, amit kaptunk idén a kormánytól. Megszűnt ugye a hajléktalanság, sikerült elzavarni azt az egyetemet, ahol a Soros teletömi a magyar egyetemisták fejét mindenféle hazugságokkal. Tehát azt hiszem van miért ünnepelnünk, és hát nyilván nagyon szomorúan látjuk, igen, hogy az elmúlt hetekben az ellenzék ugye, hát ő észrevette, hogy létezik, és hatalmas balhékat csinálnak ugye az utcán a csőcserékkel együtt, megerőszakolják a szánkókat, és feljutották a Betlehemet a Kossuth téren. Tehát úgy érzem, hogy tényleg újra ki kell mennünk és kiállni a kormányért. A kormányért állnak ki? Bayer Zsoltnak nem is lesz dolga? Hát az van, hogy ugye Bayer Zsolt pedzegette meg ezt a békemenetet, de ők most nagyon elfoglaltak, és hát ez cöfös pénzből lesz nyilván, de most minket kért meg a cöf ennek a lebonyolítására. Hát mert jobban csinálják nyilván ezért. Igen. A rutin meg az évek. Igen. Viszont... De hogyha addig egyébként ad Soros György még több pénzt, akkor természetesen el tudunk állni a békemenettől, tehát mi nyitottak vagyunk mindenkinek a pénzére, ezt szeretném jelezni. Azt mondták ellenzéki pártok különböző megszólalásokban, de egy egészen konkrét nyilatkozat is volt, hogy annyira teljes körű az ellenzéki összefogás, hogy a kétfarkú kutyától a DK-ig tart. És én a kétfarkúaktól, önöktől azért közleményt arról nem láttam, hogy mennyire egyöntetően, mint párt, hogy állnak oda a tüntetésekhez. Igen, hát abban biztos így a kétfarkú is benne van, hogy most már ugye a csirke szerepét átvette például Tordai Bence a parlamentben a cöfözésével. Hát mi kint vagyunk ezeken a tüntetéseken, én is kint voltam 4 ilyen tüntetése az elmúlt 2 hétben. Most már autóval megyek, hogy be lehessen ülni, hogyha hideg van, mert elég aggasztó. Nem tudom, hát tényleg tényleg azt tudom mondani, hogy 8 év után észrevette az ellenzék, hogy létezik, ami ebből a szempontból egy... De ebben az ellenzéket támogatja? Érdekes dolog. Hogy ez a magára ismerés ez egyre erőteljesebb legyen? Hát ezeket a tüntetéseket azért alapvetően nem az ellenzék szervezi, amennyire én tudom. Egy hát a Momentum például abszolút egyértelmű. Viszont kaotikus szervezés van. Hát igen, ők oda szoktak menni az elejére egy zászlóval, de hát sok olyan tüntetés volt, ahol egy mikrofon nem volt egyébként, vagy egy hangszóró, vagy egy tábla, tehát én inkább ilyen kaotikusnak látom. Persze, hát nyilván ez egy új fejlemény, hogy valamit csinál az ellenzék, és hát látszik, hogy milyen nagy hatása is van azonnal. Azt azért be kell vallanom, hogy én nem szoktam 2 évente kitörölni a memóriámat, de nyilván meglátjuk majd, hogy hogyan alakulnak ezek az ellenzék. Mindenki fejlődhet és változhat. Ezért mondom, hogy meglátjuk, hogy... Önök viszont az összes közvéleménykutatásban nagyon konkrétan mérhető pártként szerepelnek, ami nyilván felelősséget is hordoz, tehát akkor most már nem feltétlenül csak vicceset lehet mondani. Hát igen, 5%-nál le is kell, hogy majd mondjak szerintem, mert az már túl nagy felelősség lesz. Hát én inkább abban érzem a felelősséget, hát egyrészt ez, másrészt, hogy kapunk állami támogatást, tehát nyilván akkor ezeket mi megpróbáljuk úgymond értelmesen. Hát mint a cöf a békemenetre. Igen. Hát egyébként szerintem az egész abból fakadt, hogy a nyilvánosság egy kicsit azért megváltozott az elmúlt egy évben, ugye, ahogy sorra szűntek meg a különféle ellenzéki médiumok, és hát leginkább az online és az utca
ami megmaradt, és hát talán ezeken a frontokon mi egy kicsit jobbak vagyunk. Megvannak a holnapi szlogenek? Ugye az előző békemenetüknek igen hangulatos szlogenjei voltak. Hát, gondolom, most is így készülnek. Lesz egy csomó, igen, csináltak már többiek egy csomó táblát. A Molinót bevallom, még mindig nem döntöttük el, hogy pontosan mi legyen rajta, úgyhogy ezt még majd ma este. Titok, hát, hogy mik között. Ami érdekesek, talán, hogy jön egy MTV, a dolgozó is fel fog szólalni. Nyilván majd eltakarjuk az arcát, hogy ne érje bántódás emiatt, és ő majd mesél arról a szörnyű vasárnapról, hogy a rettegés vasárnapjáról, hogy miket kellett ott átélniük a tévészékházban. Hogy tervezik? Ugye a Momentum utána, hogy visszajönnek a Kossuth térre a békemenettel, megkérdezte a maga tüntetését, a Ne írd alá János című tüntetést, aminek semmi értelme ma már, hisz aláírta. De ettől még nyilván hát készülnek fel a várba, a köztársasági elnöki rezidenciához. Mennek velük? Hát én ugye mi az van, hogy igen, mi 8-ra befejezzük, és akkor hát én úgy gondolom, hogy a jelentős része az embereknek el fog menni oda is. Ha csak nem lesz szónos eső, mert akkor lecsúsznak a várnak az oldalán, amikor mennek fel, de hát ha nem lesz. Ha nagy tömeg lesz, egymást megtámogatják. Igen. Hánykor indulnak? Hát 5-től van a gyülekező, és akkor 6-tól kezdődik az esemény. Mi elmegyünk utána a Roosevelt térig, aztán a József Attila utca, Bajcsi, és vissza az Alkotmány utcán a Kossuth térre. És akkor igen, úgy tervezzük, hogy 8-ra befejezzük a dolgot. Köszönöm, hogy elmesélte. Köszönöm, én is. Holnap figyeljük, hogy mi történik az utcákon. Oké. Okay.